A Helyett Alapítvány 2015. szeptemberében kezdte meg működését, ekkor kapcsolódott Jászberény Városi Önkormányzat a Jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex teleprogramja című projektjéhez. A projekt zárását követően a létrehozott tanoda fenntartását és a közösségi ház működtetését is vállalták. Céljuk a társadalom magasabb szintű szociális ellátásának támogatása az egyén vagy csoport hátrányos helyzetének enyhítése érdekében. A szakma szabályai és az általános valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával. Az adventi időszakban sok helyen előtérbe kerülnek az adománygyűjtések, jótékonysági akciók, rászorulók támogatása. A Helyett Alapítvány munkatársai is hasonlóképpen hangolódtak a szeretet ünnepére. 2023-ban is. Csatlakoztunk ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciójához, itt több mint 800 kg élelmiszer, tartós élelmiszert gyűjtöttünk össze a bevásárlóközpontokban, illetve számos olyan adományt kaptunk még a megyében működő civil szervezetektől, a megye közalapítványától, a Jászlóshajón-Szolnok megyei gazdasszonykör felajánlásában lisztet, amiket mind a helyi rászorulók között osztottunk szét. Nagyon fontos mérföldkőként emlegette a pályázat évvégi lezárásának feladatát. Hogy lezárjuk a tavalyi évben elnyert nagy áfopos pályázatunkat, ahol 250 millió forintot sikerült ebből az utolsó 2014-2020-as időszakból megnyernünk, és új alapszolgáltatási központot létrehoznunk Jászberényben. Az alapítvány szakmai vezetője a tudatosságot emelte ki a tavalyi év lezárásának időszakából. Az emberek egyre inkább figyelnek arra, hogy mikor és mennyit adományoznak. Tehát nem feltétlenül mindig dömpingszerűen érkeznek az adományok. Nem 23-án 12 órakor keresik meg a kollégáinkat, hogy még lenne itt, nem tudom én, 12 hidegtál, amit szeretnének felajánlani, hanem már jóval karácsony előtt a kollégák számára is egy sokkal tervezhetőbb munkatempóval tudjuk lebonyolítani ezeket az adomány közvetítő tevékenységeinket. Ahogyan az ünnepek, az új év is pillanatok alatt el fog repülni, így már január elején komoly tervekkel, célokkal kezdték meg 2024-et. Nagyon örülünk annak, hogy nem sokkal az ünnepek előtt megkaptuk a hírt, hogy továbbra is támogatja a belügyminisztérium a tanoda szolgáltatásunkat, illetve a tavaly évben ennek a korábban említett uniós pályázatnak a segítségével sikerült megszilárdítani a támogató szolgálatunkat, kiterjeszteni járási, jársági szintre, és ezzel együtt kaptunk megkereséseket több helyi vagy szomszédos járásból intézmény fenntartók részéről, hogy ott is szervezzük meg elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekek egységes módszertani intézménybe történő szállítását. Ez egyelőre egy idei elképzelés, ötleteink, terveink már vannak, de hogy ez a gyakorlatban majd még mikor és hogyan fog megvalósulni, az még azért várat magára.